A Hajdú Balúval is voltunk Londonba, és a sokadik kocsmában mondta Balú, hogy most ő kér számlát. Így kér angolul számlát a Balú, hogy... Ez ide jön, az meg. Te hívtad, ja? Tényleg. Game over. Hali? Balú, ez nagyon, amikor nem olyan jó a közönség, hát mindenhol ezt mondom, de ha nem ilyen jó a közönség, mint itt a kongresszusiban, akkor van egy pár másodperc, amikor a színfalak mögött átadja a mikrofont Balú, és azt szoktam mondani, hogy erőt öntsön belém. Azt mondja, hogy... Ezek bazd meg... A másik előzenekar az Edu, ő meg a másik véglet, ő meg azt mondja, hogy szerintem most már jók lesznek. Mert Edu, ő mindig külön díjas búcsúszentlászon is fel tudtunk lépni a faluházban, legalábbis sokszor felléptünk már, és egyszer kérdezte tőlem, mert mindig külön díjas Edu, nagyon elfogadó falu vagyunk, megértőek, befogadóak, toleránsak. Kérdezte tőlem egyszer a Marton Feri a kocsmába, mielőtt feléptünk a faluházba, hogy Tibike, nyökögős is lesz? Van a nyökögős, meg a lassú szájú Eric Clapton. Meg, vagy nekem is van indián nevem, egyszer álltam egy kocsmában, és odajött egy csávó, oda szédelgett egy másik társaságtól, felismerni vélt, mondta, hogy gyertek be ide, bazd meg! Itt van a nyuszi motor. Ich bin. Edut felszoktam hívni, mert ő nagyon otthon van a popkultúrában, meg a trash kultúrában. Bár amit megnéz, azt megjegyzi. Jobban emlékszik a régi műsoromra, mint én, úgyhogy eszembe jut valami, akkor meg kell kérdeznem, hogy nem jutott eszembe már korábban. Ez jó, mert van ez a korhatár kérdés mindig, hogy a gyerekkel milyen filmet nézhetünk már meg. És azt hiszem 6 vagy 7 éves volt a gyerek, hogy megnézhetjük-e már a Jurassic Park 1-et. Ez volt a kérdés. Fejlom, Edut mondom, Edu szerinted a Jurassic Park 1-et megnézhetjük már? 5 évesen láttam, de bajom nem lett. Lakodalmunkban is ott volt az Edu, Zalai, hát ez plener szabadtéri lakodalom volt, a Zala partján Eduard hányt egy bokorban. Apám nézte a tűzoltó nagybátyámmal. Látod, Pista? Ezt meg a Tibika fedezte fel.